Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemléletű coach és vezető képzésének, valamint a biznisz szakiránynak a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban néhány percben valamilyen menedzsmenteszköz, technikát, esetleg lélektani dolgot szoktam megosztani veletek. Ebben a mai adásban sem lesz másképp, és arról az egyszerű ilyen érzelmi diszpozícióról, attitűdről, hozzáállásról szeretnék beszélni, hogy hogyan éljük az életünket, és hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez. Felfedezésként, vagy pedig munkaként. Na, ezt mindjárt ki fogom jobban fejteni. Előtte, még mielőtt elkezdeném így az ifjabb generációkat sározni, hadd meséljem el, hogy nemrégiben vettem egy üveg pezsgőt, és a pénztárnál elkérték a személyimet. Úgyhogy engem is időnként még néznek ilyen nagyon-nagyon fiatal nyikhajnak, amire én nagyon hálás szoktam lenni. De hát az a helyzet, hogy ezeknek a nyikhajoknak, ha szabad ilyet mondani, van egy nagy bajuk. Az a baj. És magamra is értem. Ilyen szempontból én azonosulok minden nyikhajjal. Hogy valahogy elhittük azt, vagy talán Hollywood hitette el velünk, hogy megszületik bennünk egy érzés, amit felfedezünk, amire ráébredünk, és az legitimizálja azt, hogy mi beérkezettek vagyunk, hogy megérkeztünk a tutiba. Hadd mondjak egy példát. Vannak ilyen ismerőseim, és elárulom, engem is megkísértett ennek a szele, hogy várjuk a tökéletes munkát. Hogy egyszer majd felkérnek bennünket. Vagy egyszer majd látunk egy olyan álláshirdetést, ami pont ránk van szabva. És oda megyünk, és felvesznek, és onnantól kezdve semmilyen problémánk nem lesz soha többé ezen a világon. Legalábbis munkailag. Sokat is fizetnek, keveset is kell dolgozni, de az a kevés, amit dolgozunk, az annyira feltölti, ami, nem tudom, endorfin, dopamin, mindenféle oxitocin, minden felszabadul a mi szervezetünkben, és hát boldogan élünk, még meg nem halunk. És hát megkísértett az a gondolat is bennünket, hogy ez ugyanígy működik a szerelemmel. Hogy várunk, várunk, malmozunk, sokat imádkozunk, nem tudom, és megnézzük az újsághirdetéseket, nem tudom, és egyszer csak berobban a nagy ő az életünkbe, és onnantól kezdve soha semmilyen érzelmi szükségletünk nem lesz, és azt tudni fogjuk, a szívünk mélyben, minden zsigerünkben és a kisúj körmünkig átráz, jár minket a hideg, meleg, villámcsapás, amit csak akarsz, és tudni fogjuk, hogy na, ez az igazi. Mi a baj ezzel? Az a baj, és talán ezt kitaláltátok, hogy borzasztóan passzívvá tesz minket. És nem csak, hogy passzívvá tesz bennünket, hanem arra hegyez ki minket és a mi figyelmünket, hogy nézzük, hogy az a másik hogyan fog engem boldoggá tenni, és az érzékeinkre, az érzéseinkre leszünk rágyógyulva. Fel akarjuk fedezni, rá akarunk ébredni arra, hogy na, megvan a tökéletes. És ezzel szemben az igazság az, hogy nagyon gyakran munka kell ahhoz, hogy elérjük a beteljesedettségnek az érzését. Angolul olyan szépen hangzik, hogy fulfillment. Tehát, hogy azt érezzük, hogy révben vagyunk, és soha nem vagyunk igazán révben, mert folyamatosan hajózunk. Lehet, hogy arra van szükséged, hogy megteremtsd magadnak azt az ideális munkahelyet. Vagy hogy az a munka, amiben most dolgozol, te kialakítsd asszertíven és kreatívan azokat a körülményeket, ahol jól fogod tudni magad érezni. Vagy kitalálj egy olyan hivatást, ami még nem is létezik, de ezért neked tenned kell. Azt szokták mondani a pszichológusok, és hát Mihalec Gábornak is vannak erről nagyszerű előadásai, hogy hát a szerelem, mint érzés, az olyan 2, max. 3 évig tart ki, már ami önmagát tápláló érzés, hogy én nagyon szeretem a másikat, én kész vagyok az életemet adni érte, néha még akár le is viszem a szemetet, mindenféle áldozatra képes vagyok, de 2-3 év után ez úgy elillan. És ha nem dolgozol azért, hogy folyamatosan fenntartsd a szenvedélyedet, vagy a szeretetedet, a feleséged, a férjed iránt, akkor az úgy el fog halványulni, és elhal. És hogyha te egy ilyen passzív üzemmódban van, azt hiszed, hogy neked csak rá kell ébredni a szerelemre, akkor nyitott leszel arra, hogy hol lesz az az illető, akivel kapcsolatban megszülethetnek benned ilyen érzések, és ráébredsz magadban, felfedezed magadban, hogy jé, én szerelmes vagyok, és 2-3 évig megint ez ki fog tartani.
Na most vannak olyanok, ugye, és van, ahol ez legális, tehát, hogy munkahelyet lehet váltani 2-3 éven, te beleszeretsz egy munkahelyet, és aztán 2-3 év múlva valami mást fogsz csinálni, vagy másut fogsz csinálni. Ez nem ajánlatos ez a párkapcsolatokban, legalábbis hosszú távon nem fenntartható, azt hiszem 2-3 évente így összegyűjteni, nem tudom, 10-20-30 feleséget vagy férjet egy élet szakaszon belül. Tehát tennünk kell azért, hogy az érzések fennmaradjanak és megmaradjanak. És arra hívlak a jövő héten, hogy nézd át így az érzelmi kapcsolataidat, és nézd meg, hogy mi az, amit tudnál tenni azért, hogy megszülessenek, visszajöjjenek, létrejöjjenek azok az érzések, amiknek a segítségével te igazán élvezni tudod a munkádat, a hivatásodat, és igazán élvezni tudod a kapcsolataidat is.